kiszállítottak az autóból, itt megbilincselte, gyakorlatilag rendesen mindenki, bilincseltek. Mindenki szeme láttára, beültettek az autóba, mint egy bűnözőt, bevittek a Gödöllői kapitányságra, ott is bilincsbe bevezettek pórázon. Sziasztok! A múltkori pérrendszámos videóval azért sikerült nagy érzelmeket kiváltani. Számítottam arra, hogy nyilván meg fog keresni majd a rendőrség részéről is valaki. Hivatalosan ez nem történt meg, de rendőrök megkerestek úgy privátba. De vissza szeretnék kapcsolódni az előző videóhoz, ugyanis ugye az utolsó sztori az az volt, amikor próbakörön volt a Borsa, és ráfordult a rendőr, és hát megpróbált valamiféle eljárást kezdeményezni előtte, csak aztán elég nagy cirkuszt rendeztem, és aztán a végén nem lett ebből semmi. Nem tudom, hogy sikerült elbizonytalanítani a rendőrt, vagy sem. Az a lényeg, hogy akkor békén jött bennünket a rendőr. Jó, fölkúrtam magam, gyorsan kinyomtattam az ide vonatkozó kormányrendeletet, ez a 326/2011, vagy valami ilyesmi. Szó szerinti idézetek következnek. 71. paragrafus első bekezdés. Kérelemre P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni. B. A fő tevékenysége szerint gépjármű kereskedelmi jogosult gazdálkodó szervezetnek a még forgalomban nem helyezett vagy forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont jármű kereskedelmi célból történő szállítása, továbbá kereskedelmi célű kipróbálása. Kettes bekezdés, a P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetése az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyén kívül másnak nem engedhető át kivéve. Magyarul az autókereskedő cég alkalmazotti viszonyban lévő emberek vezethetik. Azt mondja, most jön a B pont, azt mondja, az első bekezdés B pontjában, azaz kereskedelmi célű kipróbálása pontjában meghatározott esetben azonban ez esetben a jármű használata során a gépjármű kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személynek is a járműben kell tartózkodnia. A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla használatának jogszerűségét a közúti ellenőrzés során okirattal kell igazolni. Mielőtt még az idióták ide kommentelnek, itt nem azt kell okirattal igazolni, hogy kereskedelmi célú kipróbálás van, mert szituációban egyértelmű. Nálunk meg ráadásul a telepen fogták meg a Borsát, vagy odajött utána a rendőr. Tehát a lényeg az az, hogy mi akkor jogszerűen használtuk a P-rendszámot, és a rendőr tévedett. Fogtam magam, ezt a papírt szépen kinyomtattam, és másnap, vagy a következő egy napok egyikén becsattogtam a Gödöllői rendőrkapitányságra, hogy keressem az urat. Nem azért, hogy az orrát dörgöltem, hogy nekem van igazam, kocsók, hanem azt, hogy megmutassam neki, hogy ő tudta rosszul, és nekem volt igazam, és ő teljesen feleslegesen csinálta a cirkuszt. Pont mikor mentem volna befele, akkor jött kifele az a rendőr. Normálisan oda mentem hozzá, megmutogattam a papírt, miről van szó, elolvasta. Addigra én már kiváltottam, ugye, vagy az a rendszám, amit ő el akart venni, az nálam volt, mint egyéni vállalkozónál, és akkor elkezdtem mondani, hogy hát ő azért ebbe is bele tudna kötni, mert ide az van írva, hogy cég. Ide nem az van írva, hogy cég, hanem az van ide írva, azt mondja, hogy az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottján, vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át. Tehát itt az van, hogy a P-rendszám jogosítottján ezt az okmányiroda elbírálja, és én, mint egyéni vállalkozó, a jogosultja vagyok ennek a rendszámnak. És én jogszerűen használom. És nyilván ugye ő nem mondhatta azt, hogy bazd meg, elbasztam. De mondhatta volna, csak az embereknél ez nagyon soknak, ugye ő a rendőrség, rajta van a polisz, meg a rendőrség feliratú mellény, meg kabát, meg akármi, ő neki nem szabad tévednie, tehát ő neki minden áron védenie kell az igazát, ő nem mondhatja azt, pedig
Én az 54 évem alatt rájöttem arra, hogy ha egyszer azt mondod, hogy hát ezt elrontottam, elnézést kérek. Egyrészt az első felindulásból, vagy első érzésre az van, hogy hát nem kéne, ha kellemetlen lesz, nem lesz kellemetlen. Nem lesz kellemetlen, viszont kifogod a másiknak a vitorlájából a szelet, és a másik szemében nagyot nősz, hogy beismerted a tévedésedet, elnézést kértél érte. Én körülbelül erre számítottam, hogy azt mondja a rendőr, hogy oké, igazad van, bocsi. De nem ez történt, hanem védte, 10 köröm szakadtáig az igazát, nyilván nem volt igaza, itt a törvény. Utána, a videó után nagyon sokan megkerestek, akik szintén hasonlóan jártak, az egyikük mindjárt itt is lesz, de megkerestek rendőrök is, nagyon sokan. Fölhívtak telefonon, volt, aki írt e-mailt, és néhány esetben arra számítottam, hogy az lesz majd a megkeresés tárgya, hogy köcsögök vagyunk, nincs igazunk, betartják a törvényt, stb. Nem ez történt. A rendőrök megerősítettek abban, amit mindenki tud, meg lát, meg hát nyilván, hogyha van egy barna ilyen ürülés kupacnak tűnő, de én azt mondom rá, hogy az rózsabimbó, attól az még szar marad. Úgyhogy azt mondták a rendőrök is, hogy teljesen igazunk van, tényleg így van, nagyon sok helyen ki van adva az, hogy üldözni kell a pérendszámot, és megerősítettek abban, hogyha bármit találnak, bármit, akkor el kell venni. Meg elmeséltek olyan sztorikat is, amik sajnos nem tudok visszaadni teljesen pontosan, nem tudom elmesélni a sztorit, mert ráismerjenek a rendőrre. És ugye ezt nem akarom. Ugye az a lényege, hogy tényleg az emberi hülyeségnek olyan mértéke van nagyon sok esetben, és ez kifejezetten a rendőri vezetés fejében, és olyan probléma van velük, mondta, hogy volt olyan, hogy két városi rendőrkapitány összeült, és azon agyaltak ketten, hogy hogyan lehetne megszopatni még a pérendszámosokat, meg a kereskedőket, hogyan lehetne még elvenni, mire kéne hivatkozni, ültek a jogszabály, meg itt előtt is törtik a fejüket, és utána megosztották a szeánsz eredményét másnap az állomány gyűlésen, hogy akkor az eligazításon, hogy akkor ezt most így kéne csinálni, és akkor a kis rendőrök visszakérdeztek kettőt, és akkor el lett engedve a dolog, mert rájöttek, hogy ez így nem fog működni, szarul fognak belőle kijönni. Megerősítettek ebben, hogy tényleg így van, és tényleg ki vannak zavarva üldözni. A Vasgereben utcánál ugyanezt csinálják, kereskedők is mondták, és a kereskedőknek a rendőrök elismerték, hogy megvan nekik határozva, hogy mit kell ott csinálni, és hány órát kell ott szolgálatot teljesíteni egy szolgálatban, a Vasgereben utcában, ugye ott is egy ilyen Mozaik utcához hasonló NKH, tudom, hogy kormányhivatal, de a köznyelvben NKH-ként él, egy ilyen NKH vizsgabázis, és akkor ott kell baszogatni az embereket. Ő Csabi barátom, művész nevén Cápa, kezében este stílszerűen egy pérendszámmal. Tőle is elvették a pérendszámot, a te sztorit hogy nézett ki? Nagyon egyszerű volt a sztorim. Ugye viszonylag régóta használunk már próbarendszámot, szerintem körülbelül 20 éve. De ilyen túlkapásról szerintem nem volt még példa, ami az elmúlt években van. Itt ezen az úton közlekedtem a természetesen kitöltött próbáról hivatalos rendszámon. Tisztíthatóan, ami látszik is a háttérben, megállítottak ellenőrzésre. Magyar gépjárműben volt rajta az autó, ami forgalomban volt, ugye le volt járva a műszaki vizsgája, és közölték velem, hogy hivatalosan nem rakhatom föl erre az autóra a rendszámot. Ez mi ez? Minek minősül? Jármű az egyedi azonosítás meghamisítása. Vétséget elkövetett. Bűncselekmény, várjál. Bűncselekmény, igen. Kiszállítottak az autóból, itt megbilincselte, gyakorlatilag mindenki szeme láttára. Beültettek az autóba, mint egy bűnözőt, bevittek a Gödöllői kapitányságra. Ott is bilincsbe bevezettek pórázon. Majd egy 5 órát töltöttem a rendőrkapitányságon, a fogdán, meg kihallgattak. Fotóztak, új lenyomatoztak, gyakorlatilag rabosítottak, így van. Aztán egy kihallgatás során
a tiszt, aki kihallgatott, ugye az már nem az volt, aki itt az úton tevékenykedik, kollega, 35 évével. Megbeszéltük, meg utána nézett ott a jogszabályoknak, és hát gyakorlatilag látta, hogy túlkapás történt, hiszen benne van a jogszabályban, hogy mint kereskedő vagy autószerelő lejárt műszaki vizsgás autóra fölrakhatja hivatalosan a rendszámot. Gyakorlatilag, de ez egy nagyon hosszas, másfél év után kaptam meg egy határozatot, persze ügyvédet kellett fogadjak 100-150 ezer forintért, és jött a határozat, hogy megszüntették az eljárást gyakorlatilag. Így, a rendszámot bebuktam, két napos volt, rendszámot bebuktam, x ezer forint most már az éves költsége. 280 valahány ezer forint maga a rendszám. Nem esett jó. Igen, persze ők hibázhatnak, a tisztelt kollega hibázhat így, hogy oké, okay, hogy bevisznek bilincsbe, még legalább kipróbáltam ezt is az életben, reméljük többet nem lesz ilyen élményben részem, de azért ennek is lehetne szerintem egy kicsi foganatja, hogy gyakorlatilag vagy meg kéne tőlük is vonni ezt, hogy itt igazoltatnak az úton úgy, hogy nincsenek képbe a jogszabállyal, és lehet, hogy le kéne őket tenni a kantinba, takarítani egy fél évre gyakorlatilag, meg egy jogszabálykönyvet olvasgatni, ugye, illetve aki... megtanulni. Ha már így rá vannak állva a vérrendszámra, hiszen ahogy meglátnak egy próbarendszámot, kézifékkel gyakorlatilag rendőrkanyarral megfordulnak, és azonnal levadásznak az úton, akárhol, vagy akármit. És ez tényleg így van? Tehát tényleg így van, ha meglátják a vérrendszámot az úton, akkor már átfordulnak azonnal. Igen. Nagyon ritka az, amikor elmegy melletted a rendőrautó úgy, hogy nem vesz ki. Igen. És ugye amit mondtam, hogy képbe kéne legyen a rendőr, az, aki a Borsát is tesztkörön elkapta, és eljárást akart vele szemben kezdeményezni, hogy nincs képben azzal a jogszabállyal, amire való hivatkozással ő valamit eljárást akar kezdeményezni. Tehát azért először, hogy ki kéne tanítani az embereket, hogy mégis mi a csel. Egyéb iránt itt a közlekedés felügyelet, ami a háttérben van mögöttünk, itt a vizsgasorról kijövő autó, akkor beállnak a parkolóba, ezt a 10 métert, ami látható, megállítják a kollégákat, és egy 50-essel levesznek. Itt van a kijárat, és itt álltak a rendőrök, hát kvázi ott, ahol most, vagy valahol itt a parkolóba, és kijött a vizsgasorról a frissen revizsgázott, de még forgalomban nem helyezett autóval az egyik vizsgáztató barátunknak az alkalmazottja, és mivel ezt a 20 métert, vagy nem tudom mennyit közúton tette meg a parkolóig, és ugye a közúton, tehát rendszám nélkül, mert hogy még nincsen rendszám az autónak, ezért egy 50 ezer forintos csekk büszke birtokosa lett. Yeah. És erre fölhívtam egyszer egy rendőr ismerősömet, aki ilyen közlekedési ügyekkel foglalkozik, és mondta, hogy hát igazából ő ezt konkrétan pont leszarná, és hogy ez az ő szavait szeretném idézni, nettó geciség. Az. És nincs foganatja az ő hibájuknak. Mi, ha véletlenül nem jól töltjük ki, elírunk egy számot a könyvbe, azonnal elveszik, bevonják, semmiféle türelmi... Nincs jogorvoslat, nincs fellebbezés, tehát egyből azt a határozatot azonnal kapod bevonja meg, hogy bevontuk, egy évig kus legyen, és munkaeszközt vesznek el. Igen. És egy ilyen 300... Meg megalázzák az embert, bilincsbe elhordanak, és utána gyakorlatilag ugyanúgy megállítgatja az embereket az úton, úgyhogy tudatában nincs azzal, hogy mire használható, meg mire való a próbarendszer. És egy 340-50 ezer forintba kerül a másik, igen, próbarendszernek a kiváltása, de a sztorinak a szépség az, hogy ugye elvették, az a cég már nem kaphatja, ezért, igen, egy másik céget kell csinálnod, aminek mi szintén éves szinten 100 000-es. Csak a fenntartása, ja, tehát nem a járulékfizetés meg ilyenek, hanem csak az, hogy van. És könyvelőt fizet, stb. Az is 100 000-ekben mérhető. Köszönöm, túl, Csabi, hogy elmondtad. Hát, nagyon szívesen, remélem többet nem kell ilyenről beszámolni. Ugye az előbb említettük azt, hogy megbüntették 50 ezer forintra azt a kollégát, vagy barátunkat, aki kiállt a vizsgabázis területéről, a még forgalmi engedéllyel nem rendelkező autóval. De a másik sztori az, hogy ugye rendszeresen látjuk azt, hogy a vizsganélküli kocsit idehozatják trélerrel. Mit csinál a tréleres? Ebben az NKH előtt lévő parkolóban gyönyörűen lerakja az autót, majd máshogy nem tud bemenni, tehát fönt az autó sornak a végénél, oda szépen megfogja az 50-100 métert, és be fog állni valaki, és ha pont rendőri ellenőrzés van, akkor jó, megbüntetik őt is 50 ezerre.
Vicc az egész. Sziasztok! A vendégem Holzer Péter, aki szintén autókereskedő, mint én, és hát úgy ő is pólul járt a Péren számával. Mi a te történeted? Hát az én történetem az 2021. október 5-én volt. Közlekedtem egy piros oktávia kombival, 6.-7. kerület határán. Láttam mögöttem érkezik egy rendőr kék villogóval, félrehúzottam, hogy elengedjem. Mire mellémért láttam, hogy hát ő engem szeretne megállítani, úgyhogy félreálltam. Rendőr kiszállt, kérte az autónak a pérendszámnak és nekem a papírjaimat, természetesen mindent átadtam neki, minden rendelkezésre állt és ki volt töltve, ahogy annak lennie kell. 10 perc igazoltatás után a rendőr visszajött az autóhoz, szólt nekem, hogy állítsam le a motort, mert elő fog állítani egyedi azonosító meghamisítása miatt, de teljesen lefagytam, nem értettem, azt hittem valami vicc. Meg is kérdeztem tőle, hogy ezt így egyébként mire alapozza, tehát nem értem, hogy semmit nem követhettem el, a pérendszám az a cégnek a tulajdona, aminek én vagyok az ügyvezetője. Minden papírt átadtam, az autó és az a Kft-nek a tulajdonát képezi, tehát igazán nem értettem. Majd mondta nekem, hogy az autó forgalomban van, ezért én nem tehettem volna rá a pérrendszámot, így jogosulatlanul használom, tehát szerinte ez egyedi azonosító meghamisítása és ennyi. Próbáltam én mondani neki, hogy hát az autóhoz ki van vonva a forgalomban, mert én magam vonattam ki. Arra nem emlékeztem pontosan, mondjuk, hogy fél évre vagy egy évre vonattam ki az autót idejelesen a forgalomból. Ezt megpróbáltam kollégámnál telefonon keresztül gyorsan leinformálni, vagy hogy küldje el nekem a kivonásos papírt, mert az az irodában volt. Rendőr erre nem is akart lehetőséget hagyni, mert mondta, hogy nem telefonáltuk senkinek, mert hogy rendőrintézkedés alatt állok. Mire kértem, hogy de lehet, hogy csak elírás volt már korábban ilyen rendszámot elírt azok mellé, hogy valami, és lehet, hogy teljesen más autóvárás kivonva nem is ezt, tehát jó lenne, hogyha ezt így meg tudnánk pontosabban nézni. Nagy nehezen ezt megengedte. Sajnos abban igaza volt, hogy az autó aznap már visszahelyeződött a forgalomba, vagyis hát ő mondta, hogy vissza van helyezve a forgalomba. Ezt teljesen értetlenül álltam a dolog előtt, mert nem értettem, hogy helyeződhetett vissza automatikusan a forgalomba az autó, amin nincsen biztosítás, tehát én nem mentem bele első az okmányirodába. Igen, ugye itt az van, hogy biztosítás nélkül nem tudsz forgalomba helyezni autót, és biztosítás nélkül kivonja az okmányirod hivatalból az autót a forgalomból. Igen, és itt sajnos ez történt, hogy én ugyan, amikor még elkezdtem használni az autót, mint utólag kiderült, akkor még ki volt vonva a forgalomból, az előtte pár nappal volt. Ez azt hiszem egy keddi nap volt egyébként, ez az október 5-e, és pénteken, amikor elkezdtem használni az autót, akkor még ki volt vonva a forgalomból. Kedden, amikor már igazoltatott, akkor a hétvége folyamán, azt hiszem vasárnapi nappal helyeződött vissza, mint ez így utólag kiderült. Kértem a rendőrt, hogy nem lehetne itt valami méltányosságot figyelembe venni ezáltal, hogy ugye nem rossz hiszeműségből használtuk a pérrendszámot, ráadásul nálam volt a szerviz papírja is, amin le volt írva, hogy miért kell használni az autót, mert korábban javítása volt, és a szerelőkért egy 5-600 km-t tegyünk meg az autóval, tehát nem hobbiként kezdtem el használni az autót. Majd felszólított, hogy álljunk félre az autóval, mert le fogja szedni a rendszámot, bevonja engem, meg bevisz a rendőrségre és előállít. Autóval félreálltunk, beült mellém. Ezt először nehezményeztem egy picit, mert nem értettem, hogy miért kell mellém beülni. Aztán mondta, hogy azért, hogy elszökjek. A dízel kombiok terje, egy hatos dízel kombiok terje, első piros színű jó feltűnő. Igazi menekülő. Igen. Úgyhogy mindegy, beült a kocsiban, félreálltunk, kiszálltunk az autóból, szóltam neki, hogy szeretnék parkolót fizetni az autóra, mert ugye fizetővezetbe álltunk meg. Nem is reagált semmit, elővettem a telefont, elkezdtem ugye elküldeni az SMS-t. Majd azonnal rám ordított, hogy mit képzelek, már egyszer rám szólt, hogy rendőrintézkedés alatt nem telefonáltuk, nem írhatok SMS-t, blablabla. Mondtam neki, hogy igazából az előbb szóltam, hogy parkolót szeretnék fizetni, nehogy még azért is megbüntessenek. Majd ki akarta tekerni a kezemből a telefont, hogy ő erre nem adott engedélyt, a járókerők szóltak oda, hogy ők is hallották, hogy szóltam, hogy parkolót szeretnék fizetni, akkor nagy nehezen ezt is megengedte. Visszasétáltunk a rendőrautóhoz, ott a katonával hagytuk ott a rendőrautót, mert a katona volt a rendőrrel. Gépfegyverrel, erősítésként. Visszajöttünk a rendőrautóba, mondta a rendőr, hogy hát vissza kell menjünk az autómhoz, mert hogy elfelejtettünk egy nagyon fontos dolgot, levenni róla a pérrendszámot. Úgyhogy az ő autójukkal már hárman beültettek hátra a katona mellé, hárman visszamentünk a rendőrautóhoz, ott leszedette velem a rendőr a pérrendszámot. Visszajöttünk újra a rendőrautóba, beszólt CB-n, felettesének gondolom, hogy visz be valakit előállítani. Ott megkérdezték tőle, hogy milyen jogcímen viszi be azt, akit elő szeretne állítani. Elmondta neki ezt, hogy egyedi azonosító meghamisítása, a pérrendszám használata és egyebek. Mire a cégben visszaszóltak neki, hogy
nem áll meg az egyedi azonosító meghamisítása, úgyhogy engedjen el, legrosszabb esetben egy szabálysértésért jelentsen föl, és engedjen adja vissza a PIN-rendszámot. Majd vitába keltek egymással a CB-redőn közt a rendőr és a CB másik oldalán lévő, gondolom én, a felettese. Felszólította a felettese, hogy még egyszer, tehát másodszor is, hogy fejezze be az intézkedést, adja vissza a PIN-rendszámot, és engedjen el, legrosszabb esetben pedig, hogyha ő úgy gondolja, hogy tényleg valami szabálysértést követtem el, vagy ez maximum szerint annak számít, akkor jelentsen fel szabálysértés miatt. Másodszor is megtagadta a parancsot, tehát szó szerint megtagadta a parancsot a rendőr úr, már vissza se szólt utána a CB-n, csak annyit, hogy nem ért egyet a parancsa, utána pedig betelefonált valakinek telefonon, hogy be fog valakit vinni, és hogy benn van-e ő személyesen, és akkor megegyeztek, gondolom, hogy igen, mert utána elindultunk be a rendőrkapitányságra. Ott beérkeztünk, leültettek egy székre, a katona ott maradt mellettem vigyázni, mondta a rendőr, hogy addig ő megírja a papírokat, miközben egyszer csak előkerültek öten két nyomozó, meg három másik rendőr, ott kupaktanácsot folytattak a folyosón előttem, láttam, hogy nem nagyon van köztük sem egyetértés, és akkor már megkérdeztem, mert akkor már ott ültem majdnem egy fél óra, háromnegyed órája, úgyhogy semmiről nem tudtam, hogy most mi lesz, hogy milyenek a menete, mi fog következni. Majd mondta a nyomozó, hogy igazából ő nem fog semmit csinálni, ki sem fog hallgatni, mert ez nem bűncselekmény, tehát ez nem rájuk tartozik. A kolléga kicsit túl buzgó volt, majd lesz valami, aztán majd megkapom a papírokat és elengednek. Ő el is viharzott egyből, tehát a nyomozó hölgy elviharzott egyből onnan. Ott maradt még a felettes, ő is bement egy másik irodába, majd megint eltelt egy jó háromnegyed óra, mire szóltam, hogy nekem egy súlyosabb gerincsérvem van, tehát hogy itt ücsörög, nem tudok egyfolytában felállni, legalább sétálni, tehát hogy nem lehet felállni, tehát a széken szabad ülni, engedélyre el lehet menni mosdóba kísérettel. Akkor szóltam, hogy küldjék már ide újra a felettesít a rendőrnek, majd szeretném megkérdezni, hogy hol tart a dolog, mivel hogy a nyomozó azt mondta, hogy ő ki se fog hallgatni, tehát nem tudom, hogy igazából mire várunk. Kijött gúnyos mosolyjal, közölte velem, hogy valamit én félreértettem, mert a nyomozó igenis ki fog engem hallgatni, és igenis bűncselekményt követtem el, rabosítani fognak, és így tovább. Eltelt megint egy jó óra, kb. 11:30 volt az, amikor igazoltattak, és a 3:45 volt az, amire egyébként megkaptam vissza a papírokat, amivel távozni tudtam nagy nehézségek árán. Végül ez lett, hogy csak nem én értettem félre ott a dolgot, mert nem hallgatott ki a nyomozóhölgyt, hanem kaptam egy papírt, és közölték velem, hogy mivel a bűncselekmény elkövetése, amivel gyanúsított ugye a kollégájuk, aki megállapított, az nem ott a 7. kerületben történt, mivel hogy én egy pénteki napon tettem ugye fel, amit már korábban említettem, a P-rendszeremhoz az autóra, a bűncselekményt akkor követtem el, és ott, ahol felraktam, ez pedig a 20. kerület volt az autókereskedésnek a telephelye. Úgyhogy át fogják adni az ügyet a 20. kerületi rendőrkapitányságnak. Úgyhogy visszakaptam a papírokat, és akkor ezzel el is távoztam onnan egy ilyen bő 4 óra, akkor körülbelül a jó számon, ugye. De mondtad, hogy akkor, amikor feltetted a rendszámot, akkor viszont még forgalomban volt az igen, autó, tehát nem követtél el bűncselekményt. Tehát itt van a lényegi kérdés, és emiatt már voltam is benne egyébként a 20. kerületi kapitányság. Én magam hívtam őket fel két hét után, hogy esetleg hol tart az ügyi érdeklődjek, meg hogy meg fog-e valaki hallgatni az ügyel kapcsolatban, mert hogy így megfura a gyanúsítás, mert hogy azon a pénteki napon az autó pedig még ki volt vonva a forgalomból. Tehát én vonattam, nem hivatalból, kérelemre még ki volt vonva, tehát elvileg szabályosan tettem fel az autóra. Közben volt egy hétvége, amikor úgy elmett a fura jogszabály miatt automatikusan biztosítás nélkül vissza tudott helyeződni a forgalomba. Az idő, tehát nem te követted a bűncselekményt, hanem az idő. Az idő, igen. Meg a jogszabálynak a helytelensége okozta ezt igazából. Annyi, hogy az én figyelmetlenségem is nyilván felelősségre vonható emiatt, hogy nem néztem meg a papírt, de van az, általában egy autókereskedésnek azért van 30 autója, nem minden nap nézegeti mondjuk ezeket a papírokat, hogy mikor van kivonva, mikor nincs újra kivonva az autó. Ugye, az egészben nonsense, hogy magánszemélyként, ha nekem a műszakim közeledik a lejárathoz, akkor az ügyfélkapu, a magyarország.hu-ról jön egy e-mail, hogy figyelj jobbá, hogy le fog járni a kocsit. De itt nem jön róla e-mail, hogy vissza fog helyeződni a forgalomba, úgyhogy bele kéne a programsorba írni egy pár sort, még pluszba, és ugye az, hogy minden cégnek van ügyfélkapuja, mert anélkül nem tudsz dolgozni, a NAV ügyfélkapun keresztül küldi az értesítéseit, meg mindenféle levelezését. Tehát van e-mail címed, és ők is tudják az e-mail címet, tehát semmiből nem állnak küldeni egyet, hogy figyelj, erre figyelj, vissza fog helyeződni a forgalomba. És a másik, hogy mi nem tudjuk kivonni, magánszemélyt ki tudja vonni online az autóját a forgalomból, mi nem.
Végül is nekünk nem kell annyira, mert nekünk csak, csak egy pár száz autót kell kivonni egy évben, tehát az odafölösleges. Ha egyet, akkor oda, annak van értelme. Így lehet érte legalább büntetni, hogyha valaki ezt benézi. Így van. Vicc az egész. Hát az élet a legjobb forgatókönyvíró, mindig. Ugye a múltkor kimentünk forgatni az NKH elé, és pont a rendőrök ott igazoltattak. Hát egy Csabi barátom, aki korábban megosztotta velünk a gondolatait, és a múlt héten fölhívott, hogy hol vagy, gyere, gyere, izé. Mondd a sztorit. Ja, megint belefutottam sajnos, üdvözlök mindenkit én is. Felháborító most már ez az egész dolog gyakorlatilag, ami lezajlik itt a próbarendszámokkal. Nem tudom, gondolom nektek is ugyanez a tapasztalat, hogy görcsbe van a gyomra az embernek, ha beleül a saját rendszámába, vagy autójába felrakja a rendszámot, megírja, és reszketünk, hogy mikor veszik el mindenféle ürüggyel. Most én megint belefutottam egy hatalmas hibába, amit gyakorlatilag nem tudtunk, hogy hiba. Meg hát úgy néz ki, hogy nem is hiba, de a rendszám mégis elugrott. Úgyhogy nem tudom, valamit kellene kezdeni. Mi neked volt a ezzel sztori? A dologgal. A sztori az volt, hogy megállított a kollega, elkérte a papírokat. Nem kollega. Nem mondjuk ki a nevét, pedig tudjuk. Megállított, ki volt töltve a rendszám, örültem neki, hogy végre igazoltatnak, hiszen rendesen írva van a könyv, és mondta, hogy vegyem le a rendszámot, és kérdezte, hogy miért. Erre azt a választ kaptam, hogy ne nézzem őt hülyének, és nem értettem, hogy mi a problémája, és az volt a gondja, hogy 9-én indítottam el a naplót, este 7 órakor, és 10-én reggel 8-kor állított meg, és hogy nem lett lezárva a napló. Ugye éjszaka. Fényezőtől jöttél. Most mindegy, hogy honnan jöttem. Fölvettem az autót, hazamentem, aludtam, reggel elindultam, megállított, és ebbe beletalált, hogy ezt ő szerinte így nem lehet. Nem tudom, milyen jogszabályra hivatkozva. És kértem, hogy mutassa meg ezt a jogszabályt, hol van leírva, hogy 0 órakor le kell zárni egy könyvet, majd ugyanazokkal az adatokkal, 0-1 perckor újraindítom a könyvet, mert hogy ilyen jogszabály nincsen. És hát persze, hogy letöltöttük a jogszabályt, azóta a kezünkben van, és nincs leírva, hogy egy könyvet le kell zárni éjfélkor. Majd újraindítani 0-1 perckor. Mert hát végülis ez teljesen természetes dolog. Nem? Igen. És akkor mi volt ott az a tarinak van folytatása? Hát a folytatás, ezt hagyjuk ott, nagyon büszkén mondta a kollega, hogy gyakorlatilag, hogy minden neppertől, így nevezett minket, elveszi a rendszámot, és hogy ő neki elég nagy a háta ehhez, hogy ezt elbírja viselni, hogy nem lesz következménye. Ő a dolgát végzi, és neki gyakorlatilag ebbe kiéli a nem tudom, milyen vágyait, hogy elveszi, hogy mi értelme vagy. Van neki, nem tudom, fogalmam sincs, de ez felháborító, meg az, hogy önhatalmulag gyakorlatilag a saját jogkörén belül ezt ő eldönti, hogy ő szerinte le kell zárni egy könyvet, majd újraindítani ugyanazokkal az adatokkal. És kérdeztem tőle, hogyha teszem föl, elindulok éjjel 11 órakor, és az autópályán ér az éjfél, akkor húzódjak félre, zárjam le a könyvet éjfélkor, majd nyissam 0-1 perckor a könyvet. És akkor csak állt szembe, és azt mondta, hogy ő a jogszabályra hivatkozva, ez nincs rendesen kitöltve. Na most az a probléma, hogy... Ez elég nagy probléma. Egyrészt, hogy van nekünk itt ez a kis hiperaktív... Én kimondom a nevét. Van nekünk itt ez a kis hiperaktív Rolandunk, Roland. Erről mindenkinek ugyanaz itt eszébe. Ő vette el a Borsától is a pérendszámot. A csókáról, sőt, a zsigeri gyűlölet. Tehát utálja a neppereket, ennyi. Bejött hozzám a telepre egy rendőr, vett egy kocsit, tegnap előtt volt, és a Borsa kérdezte tőle, hogy hát mi ez a pérendszámozás, hogy mi ez, és mondta, hogy nincs a rendőröknél képzés pérendszám ügyében, nem tudják a jogszabályokat, nincs elmagyarázva nekik semmi, hogy miért kell elvenni, nem kell elvenni. Mindenki hall valamit, olvas valamit a jogszabályból, hogy tud egy mondatot, mint az a kopas srác, aki nálunk volt, és a próbakörön, a vevős próbakörön el akarta venni a rendszámot, mert ő is a jogszabályból azt tudta, hogy a vezetés nem adható át másnak, a kivétel sort már nem olvasta el, és olyan emberek, akik nincsenek tisztában a jogszabályokkal, azok számon kérik. És ugye az van, hogy a jogszabályban le van írva,
És amikor azt mondod, hogy mutasd meg, akkor nem tudja megmutatni, mert fingja nincs, hogy ez a jogszabályban hol van, meg melyik jogszabály írja elő, de az egy nagyon jó védekezés, szerintem számára, meg egy indok, hogy le van írva a jogszabályba. Ja. Mutasd meg, öcsi, mutasd meg. Hát persze, és nem tudja. Nincsen. Meg ez az egész hozzáállás, hogy hogyha egy pici hibát is vétesz, azonnal elveszik gyakorlatilag a rendszámot. Tehát az a nem is tudom, hogy... Nevetséges az egész. Igen. Nevetséges az egész, és egyébként ez a rendőr, akivel beszélgetett a Borsa, ez is megmondta, ez semmi másról nem szól, üldözésről. Ki van adva, hogy vegyétek el az összeset. Tehát nyilván vannak olyan kapitányságok, ez nincs kiadva, de vannak olyan kapitányságok, amikor viszont ki van adva, és amikor egy ilyen kis hiperaktív, mint ez, ami Rolandunk megkapja ezt az információt, na, ő zsigeri gyűlölettől hajtva, ő megy, és mindent elvesz. Ha van egy a sapka, azért, ha nincs egy a sapka, azért. Mondjuk azt mondta, hogy ha nekem van igazam, akkor úgyis visszakapom, persze. Igen, csak ugye az a baj, ha úgyis visszakapom, igen, de a Csabitól egy hete elvették, tehát egy hete nincs rendszámom. Nincsen rendszámom, trélerrel mozgatom a kocsikat, 10 000 forintért helybe, ide-oda, A-ból B-be, mert haladni kell. Egy évig nem válthatok ki rendszámot, ez is nagyon ügyesen kitalált jogszabály. Igen, mert Rolandot nem érdekli, szarik az egészre. Szívja, sokba kerül, igen. És de annyi emberség sincs ilyenkor az emberben, hogy figyelj, lehet, hogy le kéne zárni, nézz utána, legközelebb figyelj oda, ha találkozunk, nem lesz megírva, akkor esetleg majd elveszem a rendszámot, vagy megbüntetünk, nem, vagy valami. Tehát nulla hibázási lehetőséged van, de nulla. Igen. Nulla. Nulla, az nincs olyan, hogy emberi hiba, pedig hát ők is vétenek hibát. Mindenki vét hibát, aki dolgozik. De ez nem is hiba. Hát most azért... Igen, nem csináltál semmit, konkrétan semmit. Konkrétan semmit, kitöltött könyvvel, csak volt, amiben bele lehetett kötni. Hát ő belekötött. Ő belekötött nagyon csúnyán, igen. Nem tudom, de végigviszem Strasbourgig, az biztos. De hát ezt végig is bármennyibe is kerül, összedobjátok nekem, de végigviszem. Hát ez muszáj lesz, csak nem tudom, ki fog majd igazat adni, ki fogja rámondani. Mert ugye most okmányirodába átkerült ez az anyag, ott nyilván nem fognak más mondani, csak azt, amit a rendőrségi határozatban van, hogy helytelenül vagy szabálytalanul volt vezetve a próbanapló. Nem, de hogy melyik része... A csajok azok mennyire tök rendesek, meg normálisak, de ők nem tudnak ebben nyúlni, meg nem, nincs mérlegelési jog. Hát de annyit tudna mondani, hogy ő nem lát benne helytelen kitöltést, mert ő azt látja, hogy vezetve van. És ő nem lát olyan jogszabályt, ami valóban nincsen, hogy éjfélkor le kell zárnod. Mert az, hogy elsőjén elindítasz egy naplót, és 20-án megállít a rendőr, és nincs azóta írva gyakorlatilag a naplóba semmi, mész azzal a kocsival 20 napot, oké, okay, az lehet, hogy már nem annyira frankó dolog, de egyébként az sincs leírva, de hogy nem használhatod 10 napon keresztül. De ha azt mondod a rendőrnek, hogy te indult este 7 óra, akkor itt még nem értél. Nem, hát nem, vagy kocsikáztam vagy... egész éjszaka, akkor mi van? Akkor álljak meg, éjfélkor lezárna a naplót, tehát ez életszerű dolog, nem? Abszolút. Amire hogy köszönöm, hogy elmondtad a sztoridon, hát, Csabi. Nagyon kedves vagy, hogy elmondhattam. Közben rám írt a Holzer Péter ismét, és mondta, hogy megjött a határozat, elküldte nekem e-mailbe, mindjárt fel is olvasom. 2021. 10. hó 5-én vették el a Pétertől a rendszámot, és most megjött a határozat. Kérlek szépen, 2022. március 3-a. Ekkor jött meg a határozat az ügy lezárásáról, és itt írja a rendőr, hogy az eset összes körülményét megvizsgálva arra a következtetésre juthatunk, hogy Holzer Péter gondatlanságból mulasztott el időben kimutatni a gépjárművet a forgalomból. A szándékos elkövetés jelen esetben nem bizonyítható, azonban egyedi azonosító jellel visszaélést csak szándékosan lehet elkövetni. Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló adatok, illetve a bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése, csókolom, ezért a BBB ilyen paragrafus, ilyen bekezdés célpontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint az eljárás megszüntetéséről határoztam. Igen ám, de ezzel nincs megoldva a probléma. Mert hogy a Péter, hogy tudjon dolgozni, neki ki kell váltani egy új P-rendszámot valamire, vagy csinál egy másik céget, extra költség, kell egy másik P-rendszám, extra költség,
járulékos költségeivel, ilyen súlyadóval, meg ilyenekkel együtt szerintem ilyen 350 ezer forint környéke ez a sztori. Most így fejből ne emlékszem pontosan a súlyadó mértékére, de ki kell rá fizetni. Plusz egy céget fenntartani, egy másikat, most ezzel mi legyen? Egy évig nem lehet rendszámod, ugye ez a büntetés. Most neki 5 hónapig nem volt rendszáma, munkaeszköz nélkül maradt. Tehát vett egy új pénzszámot, új cég, vagy egyéni vállalkozó, vagy sok százezer, nem 350 ezer forintos, hanem sok száz, ehhez még ezt a költséget meg lehet duplázni, olyan költségét hozzá. Azért, mert egy hiperaktív hülye úgy döntött, hogy őt most beviszi a rendőrségre, mert nincs tisztában a jogszabályokkal. És nincs tisztában azzal, hogy milyen kárt okoz. Ilyenkor van az, hogy most a Péternek be kell mennie szépen a bíróságra, és kártérítési pert kell indítania a rendőrség ellen ezekre a költségekre, és meg is fogja nyerni. És mindenki indítson ilyen pert, és majd akkor rendőrök eltállják, kezdenek gondolkodni, hogy kell-e baszakodni feleslegesen ilyenekkel. Ugye többször elmondtam, hogy az élete legjobb forgatókönyvíró. Hát, Csabi barátom, aki ugye itt volt, megkapta Pórulját, megkapta a határozatot. Ugye, itt úgy kell, hogy tisztában legyünk, ugye van egy elsőfokú, meg egy másodfokú határozat. Na most elsőfokú határozatot nem tudom, mit kapsz a rendőr, amit küld, vagy nem tudom, mi az elsőfokú határozat. Az a lényeg, hogy a Csabinak is szépen megjött a másodfokú határozat, amiben le van írva, hogy fellebbezésnek helye nincs, 30 napod van rá, hogy bíróságon pert indítsál, 30 nap arra, és február 20-án vették el a Csabitól a rendszámot, onnan indul a 30 nap, ma március 21-e van, és a Csabi még nem kapott semmit a rendőrségtől. Tehát szépen kitolták a határidőt, hogy a Csabi ne is tudjon fellebbezni, ne is tudjon pereskedni. Hát azért ő bement az okmányirodába, és kikérte a papírokat, és annak alapján, hogy ki ne csúszson az időből, mert mondtam neki, egy 30 nappal rá, szépen már megindította a peres eljárást. Nyilván nem ért egyet a dologgal. Közben átküldte nekem a jegyzőkönyvet. Most itt nem sorolom, leírja, hogy a mai nap folyamán viszont nem töltött az indítási naplót a közlekedései során. Bevonta, és akkor pisztolyok között a helyszínen egybeírással akár hetekig is lehet közlekedni. Nevezett személynek elmondtam, hogy eseményszerűen kell vezetni az indító naplót. Nincs ilyen a jogszabályban, Roland, nincs ilyen. Nincs ilyen. Ez benne van a jogszabályban. Hogy benne van a jogszabályban? Nézz utána. Minek bazd meg? Azt mondja, várjál csak, itt van egy nagy ügyőr. Megjegyezni kívánom, hogy Prisztók az intézkedés során több alkalommal figyelmeztettem, hogy ne becsmérelje a rendőri intézkedést. Veszők, itt kéne, rossz helyet tette a veszőt. Valamint, hogy ne sértegesse a vele szemben intézkedő rendőröket. Nevezett által elkövetett szabálytisértésekre videófelvétel készült. Ne sértegesse a rendőröket, gyerekek. Mi a faszomat vártál? Tiszteletet? Mi? Bemondod, hogy elveszed az összes gödölői neppertől a rendszámot? Ez egyfajta küldetésed ez neked? És akkor tiszteletet vársz? Hát tudjuk rólad, hogy milyen ember vagy. Hát mindenki, beszélünk egymással mi nepperek. Tudjuk, hogy vadászol ránk. Milyen tiszteletet vársz el mégis minek? A tiszteletet ki kell érdemelni. Alapvetően mindenkinek jár a tisztelet, aztán amikor az ember a cselekedetével bizonyítja, hogy nem méltó rá, akkor nem kapja meg a tiszteletet. Megkeresett egy jászberényi kereskedő, az alkalmazottja befordult a kereskedés elé a hídra, és ott vették ki a rendőrök, tehát a kereskedés ajtajában állt. És mondták neki, hogy akkor igazolja magát, stb. Meg a munkaviszony, stb. És hát nem volt nála a munkaszerződése, hanem bent volt az irodában, és mondta, hogy hát bemegy, és akkor mindjárt hozza. Itt
a helyszínen kell igazolni. Nem kapcsolt a srác, mert ugye akkor az lett volna a megoldás, hogy telefon a könyvelőnek, telefonon küld egyet a könyvelő e-mailre, megmutatja, ott van, kész. Mindegy, ezt elhibázták, elvették a pont, mert bemegyünk, és akkor ott mindent meg... Nem, itt. Elvették a rendszámot, majd bementek a kereskedésbe, és megírták ott a papírokat, még soha hidegbe kelljen. Érted? Kinyitotta a kaput, bement, kinyitotta az ajtót, leültek a kereskedésbe. Mindegy. Tehát ez megint tipikusan rossz indulat és a geciség, mert erre nincs egy jobb szó. Újabb levél, kaptam szépen gazdagont a sztorikat. Újabb levél, mondta a kereskedő srác, hogy hazament az autóval, és fizetővezetben lakik, a P-rendszámra nem tud parkolási engedélyt intézni, csak a civil rendszámára, és hát akkor fogta magát, levette a P-rendszámot, berakta a csomagtartóba, és hát ott parkolt, és valamelyik hiperaktív szomszédja kihívta a rendőröket, hogy ott áll rendszám nélkül egy autó, azonnal le kell lőni a tulajdonost. Ezt a sok beteg elegű embert. Na mindegy, kijöttek a rendőrök, megtalálták az autó gazdáját, a gyövé, és benne volt a csomagtartóban a P-rendszám, bevitték a srácot a rendőrségre, és elvették a P-rendszámát, mert el volt benne írva egy karakter az alvásszámban. Érted? És a csomagtartóban volt a rendszám. Mindenki hülye? Itt mindenki. Megkeresett egy kereskedő, hogy parkoló fizetős övezetben lakik, és a P-rend számára nem tud parkolási engedélyt kiváltani, tehát hazament a P-rendszámos autójával, levette a P-rendszámot, és betette a csomagtartóba, és rendszám nélkül hagyta ott az autót az úton. Nyilván szabálytalan, ő is tudja, mindenki tudja, de azért nem egy bűncselekmény. Na mindegy, és valamelyik önkéntes rendőr szomszédja kihívta a rendőröket, hogy itt áll rendszám nélkül egy autó közterületen, és kijöttek a rendőrök, előkerült a srác, és hogy miért van itt, és a többi elmagyarázta, és hogy P-rendszám, stb. Hol a P-rendszám? Csomagtartóban. Jó, bevitték a rendőrőrsre a srácot, és el is vették a P-rendszámát, mert egy karakter el volt írva az alvásszámba, de a legszebb az egészben az az, hogy 5 órát volt a fogdán emiatt. Emiatt, érted? Hülye vagy? És a rendőrkapitány 5 óra után mondták neki, hogy hazamehet, nem követette bűncselekményt. Tényleg, Sherlock? Basszik, király vagy. NCIS-be kéne szerepelned. És akkor elengedték a srácot. De a rendőrkapitány az minden áron kötötte az ebet a karóhoz, hogy már pedig ő ezt itt elveszi, mert el lett írva a rendszám. És itt van az a pillanat, amikor a rendőri vezetőknek is felmerül a felelőssége, mert amikor látják a te rendőreid, hogy te ilyen hülye vagy, meg tényleg ki van zavarva a kis rendőr, a járőr, hogy csesztesse a P-rendszámot és mindenáron vegy el, akkor te generálod azt, hogy ilyen tartalmak kerüljenek ki a YouTube-ra. És te csinálod azt, te vagy az okozója annak, hogy ilyen legyen a rendőri munka megítélése. Ezen is el kéne gondolkodni. Ugyanaz a rendőr vette el tőlünk is a rendszámot, mint a Csabitól, illetve a Borsától, és amikor oda mentem és a helyszínen beszéltem vele, akkor normálisnak tűnt, meg megértőnek, és mondta, hogy úgy fogja megírni a jelentést, hogy abból kiderüljön, hogy csak egy apró adminisztratív hiba történt, hogy legyen esélyünk visszakapni a rendszámot, hogyha olyan színű nadrág van azon, aki majd el fogjuk bírálni az ügyünket, és aztán megkaptuk a jegyzékemet, és bele volt írva, hogy nem előírás szerűen vezette a naplót a Borsa. Kösz, Csoki, sokat segítettél. Látókörökbe került egy ügyvéd, beszéltem vele, aki egy ilyen P-rendszámos sztorin van most éppen túl, mondta, hogy az ügyfél ment az autóval, az autó korábban automata váltójavításon volt,
és a szerelő megkérte, hogy egy pár ezer kilométert menjenek az autóval, hogy derüljön ki, hogy jó lett-e a váltó, vagy sem. Hát nyilván nem lehet úgy, hogy elhozod a szerelőtől, beteszed a kereskedésbe, adod a kocsit, aztán mégis van vele valami, akkor jönnek vissza. Nyilván először elkezdem használni egy picit az autót, hogy megbizonyosodjak arról, hogy az autó jó, és úgy adjam tovább, mert különben csak nekem lesz vele problémám. Na mindegy, a rendőrök azt mondták, hogy erre nem szabad használni a pérrendszámot. Elvették a pérrendszámot, nyilván, akkor utána a bírósághoz fordult, vagy először fordultak a rendőrséghez, panasszal, elutasították őket ügyészséghez, mindenhol, mindenhol el lett utasítva minden, a végén a kúrián megnyerték, csak az ügyvéd mondta, hogy hát most akkor most jönne a kártérítési per, és az ügyfél már tele volt a cipője azzal, hogy itt bíróságra kell járkálni, és hagyta az egészet a francba, pedig azt nem szabadott volna, mert mostantól kellett volna kártérítést kérni mindenre. Mindenre is. És jó sok pénzt elküldjön nekik, aztán érezzék a törődést. Az ügyvéd úrral sajnos nem tudtunk forgatási időpontot egyeztetni, mert el volt foglalva, és egyszerűen nem tudtuk összehozni még a videó kimeneteléig elkészülni a forgatás, de ő is megerősített bennünket abban, a hitben, hát mi tudjuk, hogy így van, hogy tényleg a rendőrségnél jó néhány helyen ki van adva az ügy, az, hogy üldözni kell a pérrendszámot, és minden áron el kell venni. Ha van a paraszton sapka, azért, ha nincs, akkor azért. Van nekünk ez a P-naplónk, egy indítási naplónk, gyerekek, szeretném a nyomdai cég figyelmét felhívni, aki ezt elköveti. Elmentek a picsába. Tehát ez, amit csináltatok, ez a szakma alja. Ez egy budi, egy fos. Két hét után esik szét. Tényleg ilyen duct tape-be szoktuk megtákolni egy hónaposan a próbarendszámot, mert nem lehet használni. Szétesik. Kell vinnünk munkaszerződést, van hozzá egy úgynevezett forgalmi, egy papír, biztosítás, tököm tudja, nincs benne semmi, ahova be lehetne tenni. Tehát csak gyűrni lehetne, tehát beleszoktunk egy DHL-es papírt szigetelő szalagozni, és annyi. De a másik, hogy tehát van benne egy sorszám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, üres rublik, a kézzel kell beírni, fejlesztetek meg, írjatok meg ebbe a sorszámot legalább, mert valamit csináljatok. Minősíthetetlen a próbanapló minősége. Egy vicc. Tényleg. Tehát valaki ezt könyvkötésetet tanult, és ezt bírja összerakni. Hülye vagy? Kuka az egész. Meg a másik. Minek? Miért van ez még? Mi nincs alkalmazás? 2022 van, gyerekek. Én a 90-es évben váltottam ki az első próbanaplómat, ugyanez a szemét volt. Ugyanilyen minőségben. És nem focizunk vele. Írjuk, betesszük a kocsiba, megint írjuk, megint betesszük a kocsiba, és szét van hullva. A másik, ugye ott van, hogy be kell írni a jobbágynak a nevét, aki vezet, alvásszámot, honnan, hova. És akkor mi van, ha beírtam, hogy honnan, hova? Nem tök mindegy. Beírom alvásszámot, ha honnan, hova rovat, eleve fölösleges. Megkérdeztem a múltkor egy rendőrt, hogy ez most miért van. És nem tudott értelmes választ adni. Mondtam neki, ugyanazt mondom, mint a gyerekeimnek. Életszerű példával modellezzük, hogy ez mire jó. Beírom. És akkor mi van? Kitöltés. Be van írva, hogy Gödöllő. Elkezdett problémázni a múltkor a rendőr, hogy az úgy nem jó, hogy Gödöllő. Mondom, mert oda kéne írni, hogy honnan, hova, milyen utca. Meg oda kell írni, de ha azt nem is, akkor azt kell odaírni, hogy Gödöllő KT, meg Gödöllő BT. Mondom, az micsoda? Belterület, meg külterület. Nincs ilyen leírva, hogy ezt így kell vezetni. Nincs a kitöltésére semmiféle szabály. Beírod, be van írva. Nem kell odaírni. De hogy nekik is úgy kell vezetni a rendőrautónak a naplóját. Az a rendőrautó. Hát ne szarom. Mi közem hozzá? Nem, fölösleges rovat. Régen nem ennek kéne lenni egy alkalmazásnak 2022-ben, ahol először bejelentkezem ügyfélkapuval, ott a rendszer összeféseli, hogy én be vagyok-e jelentve a cégbe, és utána soha többé nem kell bejelentkeznem rajta, mert tudja, hogy be vagyok jelentve. Viszont ha ki vagyok jelentve, azt is észreveli a rendszer,
ha nem dolgozom a cégnél, és onnantól kezdve nem enged belépni az alkalmazásba. Ennyire kurva egyszerű az egész, lefotózom az alvásszámot, az alkalmazás felismeri a 17 karaktert, illetve japán autóknál van olyan, amikor rövid az alvásszámos, azt is bele kell programozni, hogy van rövid alvásszámos autó, és akkor szépen felismeri, és nyomok egy start gombot. És amikor megérkeztem, akkor nyomok egy stop gombot. És felejtsük el ezt az egész próbanaplózást. Kukába az egészet, biztos valami havernak jó, mert ő csinálja 30 éve a próbanaplót, nekünk szar. És az is számít, hogy nekünk jó legyen. Meg haladjunk már korral. Szépen mindenki ott az okostelefon, nem kell ahonnan hova, ott a cella információ az alapján látod, hogy hol volt a paraszt, nem? És akkor szépen így lehetne dolgozni, a rendőr meg a robotzsarú rendszerben, ami benne van az autójában, szépen látja a rendszámot, felismeri, és látja, hogy a jobbágy be van jelentve, és engedjük az útjára. Nem baszogatjuk feleslegesen, mert minek? Nem pazaroljuk a rendőri erőforrást hülyeségre. Nagyon fontos lenne a rendőrök képzése, hogy képbe legyenek. Mert az egyiknek nem jó, ha próbanaplón, vagy a próbautón vagy a vevővel, a másiknak nem jó az, hogy műszaki vizsgára viszed az autót. Ne kérdezd meg, ne baszogassál, ki van fizetve, be vagy jelentve, be van írva, haladjon a jobbágy. Mit foglalkozol rá, hol megy? Nem mindegy neked? Kifizetett érte 350 ezer forintot, ne baszogass már. És ugye az a másik meg ugye azért, mert hogy nem lett lezárva 24 vagy 00 órakor. Mi van? Nincs ilyen a jogszabályban. Olyan jogszabályok alapján kezdeményeznek eljárást a rendőrök, amilyen jogszabály csak az ő fejükben léteznek, mert ők gondolnak valamit, akkor az biztos, hogy jó, mert az ő Jackie rajta van a polisz felirat, vagy a rendőrség felirat, tehát ő tudja. Hát nem tudod. És többször elmondtam, ez nem egy rendőrség ellenes videó, ez egy hülyeség, ostobaság, rossz indulatú és gonoszság ellenes videó. És vannak ilyen kollégáitok sajnos. Van egy csomó becsületesen munkáját végző rendőr, de van néhány ilyen hülye, hiperaktív, és akkor azok megcsinálják a bajt. Az egyik rendőr ismerősöm összehozott egy kollégájával, aki rettenetes módon képben van az összes ilyen közlekedési üggyel, és mondta, hogy hát igen, ugye a jogszabály szerint ez a járműazonosító, egyedi azonosítóval történő visszaélés bűncselekmény, vagy meghamisítása bűncselekmény jog szerint. És hát mondta, hogy igen, de szar a rendszer. Hát igen, szar a rendszer. És akkor mondja, de mit pattogsz ezen? Mit akarsz ezzel elérni? Mondom, meg akarom változtatni jogszabályt. Itt hangosan felröhögött, hogy persze, szar a rendszer, igen, tényleg van egy csomó rendőri vezetők között 20-30 éve rendőr, tehát tudja, miről beszél. Van egy csomó hülye, aki tényleg nem alkalmas a pozíciójának a betöltésére, és nem rendőr, hanem politikus, és a pozícióra hajt, és úgy helyezkedik meg azt a seggét nyalja, ami neki az előrejutáshoz fontos. De hát, ez most ilyen. Most erre én meg azt mondom, én meg nem vagyok hajlandó ezt elfogadni, hogy van egy szar jogszabály, akkor ezek szerint most már ezzel éljünk, amíg élünk. Szívjunk. És akkor vannak ezek a kis rossz indulatú rendőrök, vagy nem képben lévő rendőrök, akkor ezek így kényükre, kedvükre szopassanak bennünket. Hát én azért megpróbálok ezzel ellen tenni, úgyhogy felvettem a kapcsolatot az alapvető jogok biztosának hivatalával, és említették, hogy hát igen, elég jó, elég sok ilyen ügyük van, jó néhány megkeresést kaptak ők is ezzel kapcsolatban, úgyhogy most megyek tovább ebbe az irányba. Beszéltem ők telefonon, mondták, hogy írjak egy e-mailt, és le fogom írni benne, mit szeretnénk. Oktatás a rendőrségnek legyenek képbe, de leginkább ne baszogassanak, mert teljesen fölösleges. Alkalmazás, amit az előbb mondtam, hogy a rendőr már lásson a kocsiba, azt én frankó vagyok. A bűncselekmény, mint fogalom, ne vonatkozzon egy ilyenre, hogy véletlenül visszahelyeződik az autó a forgalomba, és akkor te már onnantól kezdve bűnöző vagy, mert fölpattintottad azt a rendszámot, amit tegnap előtt is föltettél. A büntetés te megváltoztatása. Jelen pillanatban teljesen aránytalan a büntetés mértéke az elkövetés
vagy cselekmény súlyává, hát vicc az egész, egy adminisztratív hiba, vagy ilyen monda csinált ügy miatt bukod, beveszik az összes rendszámot, tehát ha két rendszám van a cégen, akkor mind a kettőt elveszik, mert tehát az a kamionos példa, amit mondtam, hogy ha van egy nagy kamionos cég, mint Horváth Rudolf, vagy valamelyik, mit tudom, van 150 kamionja, vagy 600, tök mindegy, valamelyik sofőr csinál egy adminisztratív hibát, akkor így Einstein, de az összes autó, és egy évig nem vehetsz másik autót. Mi van? Hát most jelenleg itt tartunk. Tiszta vicc. Ezt fejezzék be. Teljesen hülyeség. Nyilván valami idióta, aki soha nem volt még autókereskedés üzletben, az írt egy jogszabályt, mert ő elvégezte a jogi egyetemet, csak ugye én értem, hogy megvan a jogi képesítése, csak nem lenne baj, hogyha ismerné azt a területet, amiről ő jogszabályt akar írni. Nekem is legyen jogom elmondani az én véleményemet. Ne az legyen, hogy már a másodfokú határozat jön egyből, és én már csak azt látom, hogy fellebbezésnek helye nincs, és senki nem hallgatott meg, és ha a rendőr rossz indulatú, akkor így járt a kocsok. A kereskedő is tudja kivonni online az autót a forgalomból, és ne helyeződjön vissza fél év után automatikusan. Legyen mondjuk egy év. Ne félj, mert van, amikor fél évig nem adsz el egy autót, simán van ilyen. Mert van egy műszaki hibája, egy motorhibája, egy törés, valami miatt alkatrészsel elúszol, simán benne van az, hogy fél évig csinálod a kocsit. Jelen pillanatban csak a magánszemélyek tudnak kivonni autót a forgalomból. Nekünk, akinek több száz autó megy hát a kezünkön, nekünk ez a lehetőség nem adatott meg, mert minek? Mi menjünk be az okmányirodába, feleslegesen. Kérek valamit. Ha esetleg sikerül hogy megváltoztassák a jogszabályt, és azon töröd a fejedet, hogy kéne egy újat írni, mert hogy tényleg 2022 van, és megmozdult benned valami, akkor ne állj neki, önmagad, nem ismered a területet, és megint fogsz írni egy ugyanilyen szart. Tök ingyen segítek, tényleg elmondom, hogy mi a mi igényünk, mi lenne az, mert ugye nekünk csinálod, érted? Nekünk. Hogy nekünk jó legyen, tehát használható legyen, ez egy szerszám. A szerszámnak meg az a jó, hogyha ha kézre áll. Tehát ez a kalapács itt, ez akkor jó, hogyha jól kézre áll. Különben szívás. Ha a fejét kell megfognom, és a nyelével kell bevernem a szöget, az nem jó. Tök ingyen megyek, segítek, és elmondom, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni úgy, és abban is segítek, hogy hogyan ne éljenek vele vissza. Hogyha lenne már régen egy alkalmazás, akkor nem az lenne, hogy a német rendőr az azért vesz ki a pérrendszámommal, mert a románok 2020-ba, tavaly már nem annyira, orba szájba jártak a hamis pérrendszámmal. A hamis indítási naplóval. És még mindig 2022-ben azért vesznek ki, mert a románok tele voltak hamis P-vel. Az alkalmazással nem lesz tele. Nem tudja használni. Többször elmondtam. Ez nem egy rendőrség ellenes videó. Nagyon szépen köszönöm azoknak a rendőröknek a munkáját, akik a munkájukat becsülettel végzik, és szolgálnak és védenek, hogy ki van írva a rendőrautóra, de hát látjátok, hogy van köztetek néhány olyan ember, aki alkalmatlan a munkájának az elvégzésére, mert személyes indulatai, érzelmei befolyásolják a munkájának az elvégzésében. És ez ilyen nem lehetne megengedhető. Mindenki emlékszik arra, amikor a rendőrök szirénázó rendőrautó, vagy villogó rendőrautóval megálltak a döneres előtt, és bementek dönerezni. Mindenki beleégett. Most azok a csökött agyúak, akik így járnak el, és tényleg, és nem tudja mondani azt, hogy már pedig az összes gödöli neppertől elveszi a bérrendszámot, az nem méri fel azt, hogy ezzel nem csak magának árt, hanem készül egy ilyen videó, meg még egy, meg fölmennek a Facebookra ezek a videók, meg sztorik, és ezzel ő rombolja a rendőrség imidzsét, és az ő kollégái, akik elvileg kollégák jóban vannak, azok is szívnak, és az ő megítélésük is, illetve a komplett rendőrség megítélése romlik ezáltal. És elveled a tiszteletet, szolgálj rá. Ha veled is történt hasonló, vagy neked is van pérrendszámod, írjál nekem egy e-mailt, írd le a cégednek a nevét, és akkor én beteszem az e-mailbe aláírásként
amikor küldöm az alapvető jogok biztosának hivatalába az e-mailt, hogy változtassuk meg a jogszabályt, hogy ne csak a becsületes nemben legyen ott az aláírása, hanem legyen ott több száz vagy több ezer aláírás, hogy ezek a cégek szintén ott vannak-e mögött a kezdeményezés mögött. Mutassatok egy kis aktivitást, az e-mail címem info@becsuletesnepper.hu. Ha van véleményed az ügyről, vagy veled is megtörtént hasonló, akkor írd le a kommentablakba, a rendőrség illetékes szervei, vagy részei meg olvasgassák nyugodtan a kommenteket, és akkor ott a tükör, gyerekek, hogy így látunk benneteket. Ez nem rám kell haragudni, olvasgassák, az a tükör. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára. Szevasztok!